Sziasztok! Mivel már jó néhányan kértétek a, a Cryptex infót. gondoltam, hogy, hogy azok, akik még nem kérték, és esetleg majd később fogják kérni, néhány olyan kérdést már előre szeretnék velük tisztázni, ami, ami hát néha előfordul. Tehát eleve, hogyha az ember valamilyen információt átad egy ismerősének, vagy barátjának, vagy akár egy idegennek, vagy egy új ismerősnek, tök mindegy, akkor azért nagyon sok <laughs> érdekes válaszokat kapni. Hát aki a hálózatépítésben már régen otthon van, az pontosan tudja, hogy mire gondolok. De akkor beszéljünk a részletekről, jó? Hogy mégis milyen kifogások jöhetnek mondjuk a Kriptex ajánlattal. De egyébként tök mindegy, hogy melyikről beszélünk, mert a cégnevet csak be kéne helyettesíteni ezekhez a úgynevezett kifogásokhoz. Mert nem is tudom, hogy mondjam. Na mindegy. Tehát az első, eh, amit esetleg az ember így hallhat, hát az, hogy például ez egy piramis játék. A helyzet az, hogy erre már nagyon sokféle választ lehetne mondani. Én azt gondolom, hogy egy picit logikusan végig kell gondolni a Cryptex tekintetében. Nyilvánvaló van egy rakás piramis játéknak tekinthető scam, ilyen-olyan dolog a piacon tucatjával, de Nézzük meg ezt a Cryptex szempontjából. Tehát, ha esetleg megnézed az információt, akkor pontosan tudni fogod azt, hogy a Cryptexnél ahhoz, hogy te mondjuk 30 000, egy száz, vagy 43 000, egy száz dollárnyi banki hitelt kapjál azonnal, abban a pillanatban, hogy az okos szerződés megkötöd, és ugye ehhez gyakorlatilag egy szerződés kötési díjat fizetsz be, az a 100 dollárt szerződésenként, ez összességében egy nevetséges összeg. Tehát ha belegondolsz abba, hogy mondjuk a Cryptex napi szinten egy milliárd dollárt fizet ki a projekt haszonélvezőinek, azaz például elképzelhető, hogy neked is majd, ha úgy gondolsz, vagy úgy döntesz, vagy jobban belenézel az információkba, Miből fizetné ki? Hát a 100 dollárokból, hát ez totál röhely, nem? Tehát úgy őszintén. És ráadásul ugye van egy ajánlói rendszer, tehát gyakorlatilag ez a 100 dolláros költség, ez úgy, hogy van, elmegy az ajánlói rendszerre. Sőt, de majd a részleteket, ha érdekel, akkor még a részleteket majd megnézed. Na, tehát ennyit a ö, kapcsolatban. Ez egy abszolút nonsens. ha tisztában lesz a részletekkel, akkor megérted, hogy miért. Jó, alapvetően egyet tudnotok kell, hogy és aki minket ismer, az pontosan tudja, hogy igazából mi nem nagyon szeretünk kifogást kezelni. Mi adunk egy információt, és addig adunk információt, amíg kér valaki. És hogyha föltesz néhány kérdést, akkor arra megkapja a választ, de ha a kifogásokkal jön, én onnantól kezdve befejeztem a dolgot. Jó, tehát én nem akarok senkit győzködni. Van egy információ, ha tetszik, tetszik, ha nem, nem, ennyi. Jó? Ráadásul, ugye most már tudjátok, hogy ezbe a csoportba nem csak ez egy információ lesz a közeljövőben, hanem van már néhány olyan információ, amit majd szeretnénk veletek megosztani, mindet a megfelelő időben. De, hogy tudjátok, mi ezekben ott vagyunk, tudjuk, miről szól, képbe vagyunk, stb. 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 Na, menjünk tovább. A következő. Ugye itt, itt ebben a programban egy úgynevezett staking program az, amivel itt a 3-5 vagy a 7 éves lekötéseddel, a szerződéseddel kifut a pénz, és elárulom neked, hogy te is, hogyha neked van 30, 40, 50 ezer, vagy akár mennyi pénzed dollárban, USDT-ben, vagy bármiben, azt te, te ugyanúgy lesztékelheted. Tehát te ugyanazt meg tudod csinálni, mint a Kriptex. Van egy biblia a dolognak. A Cryptexnek van egy olyan speciális applikációja, egy olyan speciális fejlesztése, amivel meg tudja azt csinálni a napi tőkésítést. És azt ti pontosan tudjátok, legalábbis remélem mindannyian tudjátok, hogy a kamatos kamatnál nincs nagyobb erő a világon, ha pénzről beszélünk. És befektetésről beszélünk. Tehát itt a Kriptexnél ez az egyedisége és az igazi óriási ereje, hogy gyakorlatilag a Kriptex egy elképesztő fejlesztéssel hozta létre ezt a vállalkozást, és a napi stakingek azok mindig a hozamok rárakódnak a előző napi tőke plusz kam kamatokra nem magyarázom tovább, mindenre megvannak a videók, mindent meg fogsz érteni, ha téged ez a dolog érdekel. Öm, következő. Nagyon fontos, amikor te a szerződés kötési díjat, tehát ezt a 100 dollárnak megfelelő bitcoin befizeted a saját számládra, ugye megfelelő pénztárca, stb. stb. Abban a pillanatban, ahogy rányomtál a végleges gombra, hogy te megkötöd ezt a szerződést, mondjuk a 3 éves, 5 éves vagy 7 éves, abban a pillanatban ha visszalépsz az irodában, már ott van az összeg, és a következő napon már ott van rajta az első hozam. És ez szépen-szépen rakódik. Ha bárkit érdekel, tudok mutatni néhány irodát, pontosan látjátok, hogy időintervallumnak megfelelően, melyik, milyen, mennyi pénz van rajta. Aztán, ö, hát ez egy brutális jó kérdés. Mi van akkor, hogyha lezárják az internetet? Tudod, mi van, ha lezárják az internetet akkor már ne vegyél tartós tejet. Ez kb. így néz ki a dolog. Akkor buktad a 100 dollárt, vagy ahány szerződést kötöttél, jó? Tehát maradjunk ennyibe. Öm, ja, igen. És az is egy nagyon fontos dolog, hogy igen, vannak olyan emberek, akiknek egyáltalán nem való, hogy egy ilyen típusú befektetésben, sőt, én azt gondolom, hogy aki, akinek csak a kifogásai vannak, az semmilyen ilyen típusú, vagy bármilyen ajánlói típusú afiliét vagy hálózati üzletben nem javasolt a csatlakozása. Jó? Tehát ez is nagyon fontos. Kifogásokkal pont ezért mondom, én nem akarok ezekkel foglalkozni. Na, e, ha végig gondolod azt, hogy 100 dollár egy szerződés kötési díj, én ezt kiszámoltam, egy három éves szerződés esetében ez e, napi 38 forint az, amit kockáztatsz. Ebben minden benne van. Az összes költsége, a váltási költség, tranzakciós díj, minden benne van. Tehát gyakorlatilag egy szerződés esetében 38 dollárt kockáz, ö, bocsánat, 30, hülye vagyok, 38 forintot kockáztatsz napi szinten három éven keresztül. Hát ezt mindenki el tudja dönteni, hogy ez mennyire súlyos költség. Jó? Aztán E, azt a verziót, azt e, nyilvánvalóan, hogyha majd esetleg e, megnézed a többi információt, akkor neked lehet 50 darab szerződés az irodádban. 50 darab szerződés az ijesztően sok pénz a kifutása esetén. Ezt 5000 dollárból meg tudod csinálni. 5000 dollár, hát e, nem tudom mihez hasonlítsam ezt a nagyságrendet, mint tudom, 1 millió 700 forint körülbelül, én szerintem már mindannyian buktunk életünkben sokszor ennyit. Sokszor. Többször, és szoroz meg még kettő-hárommal. És ráadásul a cryptex belül, ha elfogadod a javaslatunkat, esetlegesen, amikor ebben dönteni akarsz és szeretnél indulni, akkor ezt 4000 dollárból is meg tudod oldani, az már mindjárt beje vagy egy ezre sem. Üm. A részleteket most nem mondom el, mert nem erről szól a dolog. De. De fontos, én azt gondolom. Aztán, nagyon fontos, ha veszteség tudattal gondolkozol, ha veszteség tudattal élsz, és az egész ingyén el, akkor ne indulj el. Jó? Tehát felejtsd el. Akkor ne indulj el. Mert akkor csak nyomogni fogsz, nyűnyögni fogsz. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember esetében, hogyha ezt látja, és aztán eltelnek a hónapok, és eljön Zoom találkozókra, ahol előbb-utóbb látni fogja a kifizetéseket, mert már vannak egyébként, hiszen ez már 8. éves ez a cég, ne felejtsük el, 8. éves. Ha erről bármiféle rossz információ lenne, ez már rég kiderült volna, és be se került volna Európába. Tehát ezt azért úgy rakjuk helyére a dolgokat. Tehát, a másik, rengetegen vagyunk, többek között mi is, az elmúlt évek, év, évtizedek, már mondhatom azt, hogy évtizedek alatt, rengeteg pénzt buktunk különböző ilyen-olyan csoda üzletekben. Ezt azért nagyon fontos, hogy elmondjam, mert, mert ha belegondolsz, hogy egyetlen szerződés, aminek a kifutása három év után, az a legkisebb szerződés, 13 millió körüli összegnek megfelelő Összeget kapsz bitcoinban. Szerintem azért a veszteségeidnek a sokszorosát visszanyernéd pillanatok alatt, és hogy ezért 100 dollárt érdemesek kockáztatni, ez a te dolgod, a te döntésed. Aztán nagyon fontos, ez már egy utolsó gondolat, és befejeztem, hogy rendkívül egyszerű, maximálisan hatékony, és egy. Figyelj, nincs vele dolgod! Nincs vele dolgod! olyan ütemben és annyi szerződést kötsz, amennyit akarsz, egy kritérium van, 50 év több szerződést nem tudsz csinálni az irodádban. Snit. De tudsz csinálni a gyerekeidnek, az unokádnak, a szüleidnek, a nagyszüleidnek, tök mindegy. Na, ennyit szeretem volna elmondani, ha bármi információt szeretnétek hallani vagy kapni, jelezzétek és küldöm. Sziasztok!